egy gyors szúrás az ujjba, és hamarosan megy is a kiserkenővér a testcsíkra. Aki már legalább egyszer átesett rajta, tudja, milyen egyszerűen zajlik a vércukormérés. Erre is más egészségügyi vizsgálatokra is lehetőségük volt a hétvégén a Nyíregyháza érkerti város részében élőknek. Sokukat rettenthette el ez a bábú a dohányzástól, annak káros hatásait, következményeit bemutatva. Először szervezett egészségnapot a környék önkormányzati képviselője. Vércukormérés, vérnyomásmérés, tanácsadás, testtömegindex számítás, a különféle káros szenvedélyeknek a káros hatásának a demonstrálása, és hát ugye ilyen egészség megőrzéssel kapcsolatos szóróanyagokat adunk át, és hát mivel ezt évtizedek óta gyakorlom is a gyerekek és a felnőttek között az egészségnevelést, gyakorlatilag személyre szóló tanácsadással is tudunk szolgálni. Egészséges, mint a mag. A vérnyomásával mindent rendben találtak ennek a férfinak, aki a vércukor szintjét is megnézette. Én rendszeresen mérem mind a kettőt, tehát a vércukromat és vérnyomásomat is. Van magas vérnyomás problémám is, és vércukor problémám is. Kordában tudom így méréssel tartani, és én minden ilyen rendezvény, ahol egészségügyi szűrések vannak, részt veszek, és ki is használom az alkalmat, hogy szakember jelenlétében megmérjék a vérnyomásomat és a vércukromat, mert mindig adnak valami jó tanácsot. A Fő az egészség című rendezvényen nem csak az egészség, hanem gulyás is főtt a Bográcsban. Az esemény nagy hiányt pótolt a város részben, évek óta nem volt ugyanis ilyen közösségformáló program Érkertben. Az a cél, hogy hagyományt teremtsenek belőle, évente legalább egy alkalommal szeretnék megrendezni a jövőben.